Újabb véres korszak kezdődött Kolumbia történetében. A civilek szerint minden negyedik nap megöltek valakit politikai okokból idén januárban. A latin-amerikai országban 2016-ban kötöttek tűzszünetet a gerillák a kormányerőkkel. A civilek szerint azonban a kormánynak nem kellene harctérként kezelnie az egész országot. Nosotros esperábamos que el gobierno implementara medidas integrales. Bíztunk abban, hogy a kormány átfogó intézkedéseket jelent majd be, olyan lépéseket, amelyek az erőszak gyökerét kezelik, nem csak a katonai erő bevetését erőltetik a fegyveres csoportok ellen. Meg kellene próbálni a különböző csoportok közötti feszültség enyhítését a közöttük lévő szociális feszültség kezelésével, mondta egy aktivista. Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága szerint aggasztó a biztonsági helyzet romlása az országban. Az elmúlt 5 évben az Európai Unió 127 millió euróval támogatta a vidékfejlesztést és a korábbi harcosok rehabilitációját. Uno de los objetivos que también tiene la Unión Europea es acabar con las deficiencias. Az Európai Unió szeretne hozzájárulni a kolumbiai állam működésének javításához. Ez ugyanis nagyban hozzájárul az elmúlt évtized történéseihez, különösen ami a biztonsági területet érinti. Ma Kolumbia nem működik rendes államként, több funkcióját képtelen ellátni, ez pedig elvezet odáig, hogy likvidáljanak szociális vezetőket, mondta egy spanyol EP képviselő. Az aktivisták szerint a jelenlegi kormány nem kezeli megfelelően a helyzetet. Az államfő egyik tanácsadója ezt azonban visszautasítja. Egy részletes tervet dolgoztunk ki a következő 15 éves periódusra, amely Kolumbia előtt áll. És vannak eredmények is, amelyek decembertől már visszafordíthatatlanok lesznek, mondta az elnöki tanácsadó. A korábbi tűzszüneti egyezményben szó van az áldozatok segítéséről és a kokaintermesztés felszámolásáról is.